Köszöntünk benneteket, ma a dzsúdósokkal fogunk edzeni. Az első feladathoz egy jó alapos bemelegítést követően helyezkedjünk el. Minden lakásra ráfér a takarítás, úgyhogy most föl fogjuk a padlót takarítani közösen. Hasonfekvésbe helyezkedjen el az egyik pár. Másik álljon elé, fogja meg két kézzel a bokáját, és lépkedjen előre, majd húzza be az alsó ember. Egy, kettő, behúz. Egy, kettő, behúz. Egy, kettő, behúz. Most egy kicsit visszafele is haladjunk. Egy, kettő, tol. Egy, kettő, tol. Egy, kettő, tol. Egy, kettő, tol. Jó. Most ugyanezt a feladatot csináljuk meg hanyatfekvésben is. Feküdjön hanyatt az egyik sportoló, másik oldalt odalép mögé, megfogja, hátralép, egy, kettő, és behúz, egy, kettő, és behúz, egy, kettő, és behúz, egy, kettő, és húz, most ugyanezt tolással, egy, előrelép, egy, kettő, tol, egy, kettő, tol, egy, kettő, tol. Ja, köszönöm szépen. Helyezkedjünk el földharc helyzetben. Az egyik őtök hason fekszik. A másik versenyző odaáll mellé. Most földharc átforgatásokat fogunk bemutatni és gyakorolni, hiszen a leszorításokat és a szabadulásokat már ismerjük. A fejhez közelebbi karral megfogjuk a könyökét, az alsó kézzel pedig a térdén fogjuk meg a ruhát, egy nagy mozdulattal, egy hirtelen mozdulattal megrántjuk és leszorítjuk. Ez az első átforgatásunk. Ezt követően a partner ugyanígy hasonfekvésben helyezkedik el. Most viszont nem az azonos oldali, hanem az ellenkező oldali könyököt és térdet fogjuk meg. Megrántjuk nagy lendülettel és leszorítjuk az ellenfelet. Mindkét átforgatást hajtsátok végre 10 alkalommal, és hogyha már jól megy, akkor ellenállással is meg lehet próbálni. A harmadik átforgatáshoz kérjük helyezkedjen el könyöklő, térdelő támaszban a partner. Oldalról fogunk hozzá közelíteni. Az egyik kezünket a hasa alatt, a másikat pedig a nyaka alatt toljuk el. Megfogjuk a felkarját, a kezünket össze, érintjük, és a vállunk segítségével forgatjuk át a hátára. Köszönöm. Ezt a gyakorlatot is meg kell csinálni mindkét oldalról, jobbról is és bal oldalról is, megpróbáljuk a partneren végrehajtani. Figyelünk a fő pontokra, átnyúlunk a teste alatt, megrántjuk és leszorítjuk. Természetesen ezeket a gyakorlatokat, hogyha már jól mennek, akkor ellenállással próbáljuk meg, úgy, hogy az ellenfél nem hagyja magát. És végezetül jöjjön egy egyláb kiszabadítása gyakorlat, amelynek a lényege, hogy hanyatfekvésben helyezkedik el az egyik ötök, a másik pedig fölülről rögzíti, és az egyik lábát engedi, hogy bekulcsolja. Rajtvezényszóra a felső megpróbálja kiszabadítani a lábát úgy, hogy az alsó ezt nem engedi. Rajt. A másik lábban lehet segítkezni, az alsó pedig próbálja tartani, és hogyha kiszabadult, akkor megvan a leszorítás. Ezt is csináljuk meg 5 alkalommal jobbra és balra is egyaránt. Próbáljuk meg cserével is végrehajtani ezt a gyakorlatot. Most a másik sportoló fekszik hanyatfekvésben, engedi, hogy bekulcsolja jó alaposan az egyik lábát, majd rajtvezényszóra megpróbálja felső kiszabadítani. Rajt. Az alsó természetesen megpróbál mindent elkövetni, hogy ez ne sikerüljön. És hogyha sikerül kiszabadulni, akkor ebben az esetben is teljesül a leszorítás. Köszönjük szépen! Állásba föl! Mára ennyi volt, jó gyakorlást kívánunk mindenkinek! Kiocká! Rejt!